Az én anyukám elmúlt 103 éves. Ma is vidáman él, az unokájának és a dédunokájának vicceket mesél, és mindig mosolyog. Egy aranyos kis boszi, aki mindent előre megmondott, és megmond a mai napig. Ezt örököltem én is. 1980-ban, amikor hazajöttem az amerikai tanulmányutamról, megterveztem tanítványommal, később barátommal, Darányi Zsolttal a padlófűtés tervezési segédletet Commodore számítógépre. A tanszéken, mindenki hülyének nézett. Majdnem kirúgtak miatta. ...1990-ben már adjunktusként terveztem meg az országban az első földkollektoros geotermikus fűtési rendszert. Na hát ekkor is hülyének néztek. És ma már mindenkinek természetes a padlófűtés is, meg a geotermikus fűtés is. Úgy látszik, nekem szükségem van arra, hogy néha hülyének nézzenek, amit megmondott anyukám is. András, téged néha hülyének fognak nézni, de ne keseredj el, mert mindig neked adnak a végén igazat. 2023-ban két fontos dolog történt az életemben. Egyrészt megkaptam a legmagasabb épületgépészmérnökeknek járó díjat, az életműdíjat. Ezúttal is köszönöm Baróti professzor úrnak és Gyurkovics Zoltánnak, a Magyar Mérnöki Kamara épületgépészeti tagozatán elnökének a jelölésemet. Másrészt megtaláltam a jövőt. Megtaláltam az ON, Japán Fitting technológiát, ami forradalmasítani fogja az egész épületgépész kivitelezés, nem csak Magyarországon, hanem az egész világon. No use of heat or flame. No specialized technology required. Not press type piping. High-end piping. ON fitting. Egy kemping asztal méretű kis japán prészerszám, amivel mindent meg lehet szerelni. Segítségével egy szálloda, irodaépület, sőt egy egész lakótelep épületgépészeti kivitelezés és könnyen megvalósítható, ráadásul egyedül. ON Fitting employs a pipe enlargement system with an original structure. Pipe enlargement work is performed using a dedicated pipe enlargement tool. Special techniques such as threading are not required. This work can be performed easily by anybody. A hagyományos szerelési technikához képest akár 10-szer gyorsabban lehet vele dolgozni. Olcsóbb, tartósabb. Japánban az elmúlt két évben 2600 szerelő tért át erre a technológiára. Norbi már közel egy éve csak ezzel a szerszámmal dolgozik. Sorban állnak előtte a megrendelők. Van, aki képes hónapokat várni Norbira és erre a szerelési technikára. A szerszámkészlet ma még drága, 2 millió forint plusz áfa, amivel meg lehet szerelni 15 mm-től 50 mm-ig mindenféle rozsdamentes csövet. De a japánok felajánlották az első három vásárlónak, hogy a szerszámkészletet féláron adják oda, de csak az első három vásárlónak. A negyediket már teljes áron tudjuk értékesíteni. Sőt, azoknak, akik az első három szerszámot megveszik, rögtön kivitelezési munkát is tudunk ajánlani. És ne felejtsék el, aki először lép, az nyer. Hát itt vagyunk a hatodik emeletes háznak a tetején. Ha körbenézünk, akkor lehet látni, hogy minden ettől csak lejjebb van. Jól lehet látni a mélységet, és ennek a háznak a tetején Norbi a saját napernyője alatt szereli ennek az irodaháznak a legkorszerűbb fűtési rendszerét, ami valójában azért lesz korszerű, meg azért lesz új, mert a legprofibb német hőszivattyú japán technológiával lesz ide beszerelve. Hát először is, Norbi, mesélj nekünk arról, hogy miért döntöttél úgy, hogy japán technológiával szerelsz te, aki valójában mindenhez értesz, hegesztéshez, forrasztáshoz, és miért értél át akkor a japán technológiára? Mert lényegesen gyorsabban lehet feldolgozni, mint bármelyik technológiával. Az mit jelent?
a panziónál, amit csináltál a repülőtérhez közel, igen, ott megkérdeztem tőled, hogy a különböző technológiákhoz képest ezzel mennyivel gyorsabban lesz szerelni. Azt most mondtad, hogy ha prészerszámokkal kell, prészidomokkal kell dolgozni, akkor kb. Ugyanannyi. Így van. De a prészerszámokkal szerel az embert, és bontani kell, rengeteg hulladék van. Hát így van, ott prészerszámot azt nem lehet, így van. Nézzük, hogyha mondjuk a hegesztési technológiát nézzük, akkor ezzel hányszor lehet gyorsabban dolgozni? A töredéke egy hegesztéshez képest egy ilyen perem kialakítása mert sokkal gyorsabban. Azt mondtad, hogy tízszerese. Hát most is ugyanazt mondom, hogy akkor... Tehát a hegesztés tízszer annyi időbe telik az embernek egy hegesztés megcsinálni, mint egy ilyen peremet kialakítani. És a forrasztás? Hát a forrasztás, ott is ugyanez van, hogy megtisztítani, összerakni, leforrasztani, vissza megvárni, még lehűl, mert nem tudsz vele gyorsan dolgozni. Szóval ott azért az is lényegesen gyorsabb ez a technológia. Tehát ennek a technológiának sok előnye van. Egyrészt nem kell a háztetőre felhurcolni hegesztőpalackokat, nem kell a kocsiba propánpalackot cipelni, igen, nem botlakozódik az ember itt a kábelekbe, meg aztán az kiürül levinni hotemeletet, felhozni hotemeletet. Aztán a következő előnye, ha bontani kell, mert véletlenül mérne. Hát azt, hogyha bontani kell, akkor itt akkor bármit tudsz. Itt szinte nulla hulladék. Így van, itt nincs hulladék. Maximum a csövet, amit levágsz. És milyen előnyét látod még? Ezen felül szerintem ennyi, hogy tényleg, hogy oldható, szerelhető, tovább vihető bármilyen idommal, az idomoknak a fordulási távolsága egy könyöknél, egy ténél mind megegyező, úgyhogy bármit lehet módosítani, hogyha ha változott a terv, vagy bármi módosult menet közben, és tényleg azt, hogy oldható. Na most nem beszélve arról, hogy az összes szerszám, amihez kell, az ott elfér azon a kempingasztalon. Tehát nem kell ide a tetőre felszipelned gázpalackokat, dopánpalackokat, nem tudnál itt hol botladozni vele, hova tudnád felállítani, gyakorlatilag kilométer hosszan itt a kábeleket kéne vezetni. Megjelen helyzetben nagyon meleg is van ahhoz, hogy itt az ember hegezgessen. Jól lehet látni ott a csöveket, jól lehet látni a várakozó csöveket. És akkor jön a következő kérdés, te nem az első rendszer szereled ezzel, mert te már egy szállodát is megcsináltál ezzel a rendszerrel. Igen, egy panziót. Egy panziót, igen. És az is tökéletesen működik, és ráadásul gyönyörű. Ott is szépen lehetett feldolgozni, megrendelő is meg van vele elégedve, úgyhogy gyakorlatilag mindenkinek jó volt ez így. Na most szerinted miért van az, hogy tavaly előtt Japánban 2600 szerelő átállt erre a technológiára? Ugye itt nem kell gázpalack, nem kell propánpalack, nem kell kábel, nem kell a hatodik emelet háztetőre palackokat felszipelni, nem kell láng, nem kell forrasztás. Mégis Magyarországon ez nem akar elterjedni. Mert még szerintem idegen nekik. Nem próbálták ki, nem dolgoztak bele. Tehát... Úgyhogy gyakorlatilag, hogyha kipróbálja már valaki, és megszokja azt, hogy tényleg minimális szerszámigénnyel lehet ugyanazt a feladatot megcsinálni, mint mondjuk másik esetben présgépekkel, présfejekkel dolgozni, akkor utána át fog állni erre több szerelő is. Jól lehet látni ezen a kempingasztalon félel az összes szerszám, amivel pillanatnyilag egy hat emeletes irodaház rendszerét kivitelezed, és a panziót is ugyanennyivel tervezted, megcsináltad, nem kell teherautó, nem kell rengeteg súly. Hát lényegesen kell. Kevesebb így van, mint a többinél. Igen. És gyorsabb. Ismersz ennél jobb rendszert? Te, aki hát mindenhez értesz. Egyelőre neked nem. A apád is hegesztő volt. Igen. Ő is. Most is az. Tehát egy ilyen hegesztő dinasztiában nőttél fel. Igen. Tehát úgy érzed, hogy ez a japán technológia number van, ez a legjobb. Hát igen. Könnyen, gyorsan lehet vele szerelni, úgyhogy egyelőre ez jobb. Tehát most már nem tudnálok arra rábeszélni, hogy itt a háztetőn hegesztő palackokkal. Biztos, hogy nem. Vagy propán palackokkal. Eleve nem. A másik pedig az, hogy ugye ezzel a rendszerrel nagyon 1-2 milliméterre egymástól tudsz csöveket vezetni. Igen. A présszerszámmal mennyi? Hány centiméter? Hát ott is a présfejnek a távolság, azt mindenféleképpen kalkulálni kell, hogy fér el. Itt annyi, hogy itt a fogónak kell elférni a csövek mellett egymás között, úgyhogy viszonylag közel lehet szerelni egymáshoz. Akkor ezek szerint mondjuk el együtt az előnyeit. Itt kezdte. Még egyszer? Itt az előnyei. Az előnyei? Hát gyorsaság, visszabontható, nem megy ki a hulladékba elrontott méret esetén a préselt idom.
sokkal jobban leszerelni. Nem kell fölhordani a gázpalackot. Hát nem meg kell. A szerszám igénye az lényegesen kevesebb. Hát meg a kocsiba is nem kell hozni gázpalackot. Manapság ráadásul a gáz már nem is lehet megvenni, hanem bérelni kell csillagászati összegére. Valószínű. Plusz még a propánpalackokkal meg veszélyes az autóba menni. Igen, igen. Tehát ha belegondolsz, akkor ha azt mondjuk, hogy ez az egység mondjuk a hagyományos technológia, a présszerszámos technológia, mert az a legjobban elterjedt, azt elnevezzük, az mondjuk 50. Igen. Akkor ez szerinted mennyi? Hát legalább egy százas. Tehát ez sok kétszer sokkal jobb. Hát akkor nézzük meg Norbi mit csinál, meg hogy csinálja. És kedves szerelők, hogy csöppeszük van, kövessék Norbit. Arról nem is beszélve, hogy mondd meg őszintén, hogy amióta ezekkel a rendszerekkel foglalkozol, volt egy szabad hétvégéd? A hétvégék azok szabadok, mert az a családé, de egyébként be vagyunk táblázva elég rendesen. Hál' Istennek, úgyhogy ezzel nincsen. Hónapokkal előre tele vagy munkával. Nem panaszkodunk, így van. Igen, és nem véletlen, csinálni. Mert ezzel a rendszerrel ráadásul sokkal gyorsabban tudsz dolgozni, igen. Sokkal jobban megvannak az emberek elégedve, te meg sokkal jobban tudsz keresni. Meglátjuk, így van, így van. Előkészülni, megcsinálni, felpucolni. De a menetmetszés is legalább 10-szer annyi lenne. Hát, igen. És mutasd az eredményt. Készperem. No use of heat or flame. No specialized technology required. Not press type piping. High end piping. ON fitting. ON fitting employs a pipe enlargement system with an original structure. Pipe enlargement work is performed using a dedicated pipe enlargement tool. Special techniques such as threading are not required. This work can be performed easily by anybody.